A Rákosmenti Napsugár Óvoda Cinke csoportjának műsora nyitotta meg azt az ünnepséget, amelynek keretében hivatalosan is átadásra került az intézmény Bujovszki utcában található telephelyének udvarán elhelyezett két új játszóeszköz, egy kétüléses hinta, valamint egy négyüléses rugós játék. A megjelenteket Horváth Tamás polgármester köszöntötte, aki kiemelte, Rákosmenti önkormányzatának hosszú évek óta célja, hogy a különféle fejlesztésekkel minél korszerűbb körülményeket teremtsen a gyermekek és az óvodapedagógusok számára a 17. kerületi kisgyermeknevelő létesítményekben. De minden olyan játszóeszköz, ami itt az udvaron elhelyezésre került, ezek mind-mind a gyermekek ügyességét fejleszti, és mozgásukat, mozgáskoordinációkban tud segíteni, úgyhogy minden ilyen eszköz fontos, amit el tudunk helyezni, és hát most ez a két eszköz lett az, ami kiválasztásra került, hiszen mindig a óvodavezetők szakmai iránymutatása alapján végezzük ezt a feladatot is. Tubonyi Szabó Kinga intézményvezető kiemelte, hogy a nevelési programjukban fontos szerepet játszik a mozgás, ezért ennek a szempontnak a figyelembe vételével kerültek kiválasztásra a jelenleg átadott készségfejlesztő játékok is, amelyek hiánypótló jelentőségűek. Két játszóeszközünk van, egyik a négyüléses rugóshinta, a másik pedig a hátam mögött látható kétüléses laphinta, amit nyár végén, ősz elején sikerült megvalósítanunk. Képviselőkeretből polgármester úrnak a támogatásával, alpolgármester úréval, Szabó Tiborné képviselőasszonnyal segítségével és Nagy Anikó képviselőasszonnyal. Ezek egyensúlyfejlesztő, mozgásfejlesztő eszközök, és nagyon szerették a gyerekek a Tessedik téren a négyüléses rugóshintát, innen jött az ötlet. Az óvoda vezető hozzátette, igyekeznek bővíteni az udvart további kültéri eszközökkel, így a későbbi tervei között szerepel a homokozó fölé egy árnyékolás segítő naffitorla beszerzése, valamint a már meglévő ivókút beüzemelése is.